Üdvözlöm Szepesi Tibor, önkormányzati képviselőt, itt vagyunk közismert nevén a Kisfürdőben, amely a mai nap folyamán megnyitott. Miért fontos ez turisztikai szempontból a település számára? Mit érhetnek el, aki ide látogatók? Természetesen folyamatosan várjuk a karcagra látogató vendégeket, akiknek ugye több lehetőséget tudunk biztosítani. Ezek közül az egyik, és talán az egyik legfontosabb a karcagi gyógyvízű strandfürdő, amely azért sokféle lehetőséget kínál, hiszen a gyógyászat mellett a gyógyvíz, és hát természetesen a sportolni vágyók, a rekreációra, az egészséges életmódra vágyókat is szeretettel várjuk ide a fürdőbe és hát nyilván ezzel együtt karcagra is természetesen. Módosul esetleg a nyári időszakban a fürdőnek a nyitvatartása, gyerekeket hoznak, ugye, ahogy említettük, sportolni. Én azt gondolom, hogy az igényeket föl kell mérni. Természetesen, hogy most egyfajta megnövekedett igény mutatkozik a város részéről is, hiszen a nyári szabadságolások megkezdődtek, a nyári szünet megkezdődött a gyerekek számára, és azt gondolom, hogy természetesen a fürdő is felkészült arra, hogy ezeket az igényeket ki tudja elégíteni. Biztos, hogy ettől fog majd a nyitvatartás is függeni, hiszen a reggel elsősorban az úszni vágyók, a mozogni vágyók számára biztosít lehetőséget. Aztán pedig az úszásoktatás, amelyet már nagyon vártak azt gondolom az iskolák és a fiatalok, hiszen nagyon fontos a gyerekek számára az, hogy időben és kellő létszámban megtanuljanak úszni. Ez ugye a későbbi életük folyamán nagyon fontos lehet számukra. És hát nem beszélve arról, hogy a, a, a játék öröme, a víz, a, a napsütés az azért várja a fiatalokat. És azok a gyógyászati szolgáltatások, amelyek a középkori, az idősebb korosztályt is ide tudja csalogatni nyilván. Természetesen ugye több generációs maga a fürdő, és hát nyilván ezt tapasztaltuk az előző években is, hogy nagy szülők hozzák elsősorban a nyári szünetben a fiatalokat, óvodásokat, általános iskolásokat, de azt gondolom, hogy remek találkozási hely ez a kicsit idősebb fiatalok számára is. Sportolás, kikapcsolódás, szórakozás, közösségi együttlét, tehát nagyon-nagyon sokféle lehetőség várja itt a fürdőbe látogatókat. Köszönjük szépen!